Hogyan indult a 2021-es év? Kérdeztük Romhányi Sándornétól, a Jókai Úta óvoda vezetőjétől. Szerencsés évünk lesz, véli a vezető, mert a gyermekeik többsége meggyógyult, akik pedig még betegen vannak otthon, azoknak jó egészséget kívánt innen is Romhányi Sándorné, aki elmondta, projektekben dolgoznak ebben az évben is. Ez az év jól indult nálunk, 21-es év szerencse évünk lesz, sok gyerekünk meggyógyult, sajnos sokan le is betegedtek. Várjuk, hogy gyógyuljanak, és innen is kívánunk nekik jó egészséget, és nagyon várjuk őket az óvodába. Beindult a nevelés, projektekben dolgozunk, és az új év vígságszerző projekttel kezdtük a 2020-21-es nevelési év második fél évét. Most az új év új vígságszerző projektjük a hagyományok ápolására szolgál különböző megfigyelésekkel, szokásokkal. Ez a projekt a hagyományok ápolásáról szól tulajdonképpen, hiszen a hagymahéjba tett só megmutatja nekünk, hogy melyik hónap milyen esős lesz, mennyi csapadékot várhatunk. Készítettünk a gyerekekkel szerencsehozó malacokat kurtafarokkal, meg még zöldlevelű lóherét is, és természetesen haza is vittek belőle a szülőknek, hogy boldog, szerencsés és egészségben teli új évet kívánjunk nekik. A programokat a pandémia miatt most szülők nélkül tartják, de zárt közösségi csoportjukban videót tesznek fel a gyerekek munkáiról. Készülnek a zöldjeles napokra, és a következő néphagyományőrző napjaik a farsangi időszakhoz kötődnek majd. Itt rövid hagyományápoló műsorral készülnek a szülőknek, de jelmezes farsang is lesz. Jellemző erre a nevelési évre a pandémiás helyzet miatt minden programunkat megszerveztünk, megtartottunk. De sajnos szülők nélkül kellett ezt megtennünk. Nagyon élvezték a gyerekek, nagyon ügyesek, aranyosak voltak. A zöldjeles napokat ünnepeljük, illetve a következő néphagyományőrző napunk, vagy napjaink, a farsang lesz, a farsangi időszak lesz, és bizony lassan elkezdünk majd arra is készülődni. Azt gondolom, hogy nálunk speciális helyzet alakult ki a farsanggal kapcsolatban. Mi ragaszkodunk a nevelési elveinkhez és gyakorlatunkhoz, amiből adódóan mi egy rövid kis hagyományápoló műsorral készülünk a szülőknek, mert hát attól, hogy nem lesznek itt, mi ezt videóra veszük, és az át oldalunkon ezt megjelenítjük és bemutatjuk a szülőknek. A szülők és a gyerekek viszont ragaszkodnak a jelmezes farsanghoz is, ezért az első részben bemutatjuk a hagyományőrző, akár disznótoros vagy lakodalmas kis műsorunkat, illetve a második részében beöltöznek azokba a jelmezekbe a gyerekek, amit a szülők biztosítanak számukra. Ha valakinek nem tudnak hozni jelmez, sem esünk kétségbe, akkor gyorsan készítünk mi nekik kalapokat, kis szemüvegeket, állarcokat. Természetesen ez a projekt folyamatában valósul meg, tehát ezt mindenkinek előkészítjük és felajánljuk tevékenységnek, és meg is csinálják. Tehát szoktunk segíteni ilyen esetekben. Az iskolába menő gyerekekkel való foglalkozás kiemelt nevelési területük. A nagycsoportosaikkal külön, egyénileg is foglalkoznak, hogy felkészítsék őket az iskola kezdésre. Ez most tulajdonképpen kiemelt nevelési területünk, illetve a nevelésünkben ez nagyon fontos a tavaszi időszakban. Hát most, ha azt mondom, hogy mivel sok gyerekünk beteg és otthon van, nagyon-nagyon sok idő jut arra, hogy az iskolába menő nagycsoportosainkkal külön leüljünk. Egyébként is így működik ez a dolog, de így most ez hatványozódik, tehát próbálunk nagyon-nagyon megfelelni és felkészíteni a gyerekeket arra, hogy az iskolát el tudják kezdeni. Még nem lehet tudni, hányan lesznek szeptembertől iskolások, mert az oktatási hivatal felé kérelmeket is adtak be a szülők. Elvileg 15 gyermek kezdi az iskolát.